Éppen 70 évvel ezelőtt, 1947. április 12-én indultak meg az első vasúti szerelvények felvidékről Magyarország felé, és ezzel kezdetét vette a szlovákiai magyarok kitelepítése. Szőgyénből nagyon sok család telepedett le Tatán, és 20 évvel ezelőtt a felvidéki város és Tata testvérvárosi kapcsolatot kötött. Ma egy egész napos program keretében két évfordulóra emlékeztek. Szerintem nagyon jó együttműködés. Ez az együttműködés 20 éve köttetett, de ennek a gyökerei vissza kell menni a történelembe, ugyanis pont a mai napon 70 évvel ezelőtt kezdődtek meg felvidékről a kitelepítések, és mint tudjuk Szőgyénből ezen kitelepítésekkel, igaz, hogy csak majdnem egy évvel később, de 135 család lett kitelepítve, ebből nagyon sokan itt Tatán is, tehát a környékén lettek kitelepítve. Ők itt telepedtek le Tatán nagy részük, a család tagjaik is itt élnek. Ennek emlékére a tizedik, tehát a Szőgyén kapcsolat felvételének tizedik évfordulóján az önkormányzat elnevezett egy utcát, ami Szőgyéni utca, mai napig is a neve. Ott éveken keresztül ott emlékeztünk meg mindig ezen a kitelepítettek ünnepségére. 2015-ben felállítottuk a Mindszenty téren a testvériség keresztjét, azért úgy, mint a mai napon is a megemlékezések ott lesznek, és az együttműködés viszont nagyon jó szinten van, mert ez nem csak a polgármesterek együttműködése, hanem a lakosságnak is, és itt alapok megvoltak, a gyökerek megvoltak ahhoz, hogy ez jól működjön. Tata és Szőgyén testvérbarátsága, ahogy előbb polgármester úr elmondta, egy hosszú időre visszatekintő szép barátság, és ennek sok-sok jelét adjuk. Ugye a barátság az a szereteten alapulhat, az pedig, ahogy a mi szeretett kapcsolatunk kialakult, az a tragédia volt az, ami ezt elindította, a 70 évvel ezelőtti tragédia. A mai időnkben pedig az összetartozás szellemiségének megfelelően igyekszünk a programjainkat megszervezni. Ma egy szentmisével kezdtünk, ahol a szőgyéni plébános és a tatai plébános mutatott be együtt szentmisét. Itt van mögöttünk Schmidt Robertnek a Himnusz című gyönyörű alkotása, amely először itt került bemutatásra Tatán, és innen elindul az országba a magyar történelemnek egy gyönyörű megmutatkozásaként. Szeretjük az összes korosztályt bevonni ebbe a programba, így a kisiskolásoktól a nyugdíjas klubig minden korosztály és minden érdeklődési kör találkozik, magyarság iránti szeretetünket és a Nagy Magyarország iránti elkötelezettségünket, a határon túli magyarok megsegítése iránti elkötelezettségünket ezen a módon is folyamatosan gyakoroljuk.